Ez az Ifjú Tudósok elődöntője. A stúdióban a műsorvezető Morvai Noémi. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ha úgy érzik, szívesen tanulnának, és közben tartalmas szórakozásra is vágynak, jó helyen járnak. Ez az Ifjú Tudósok, az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedője, amelyben a jövő ígéretes tehetségei mérik össze tudásukat nap mint nap, ezen a héten kémiából. Ismerjük meg a mai elődöntő játékosait. Szívesen zenélek, jártam zeneiskolába 7 évig, furuljáztam, aztán klarinétoztam, utána pedig itthon kettelésből gitároztam is. Most elkezdtem hobbi szinten sakkozni. Szeretek emellett még olvasni és a barátaimmal is időt tölteni. Zenetéren eléggé mindennevű vagyok. Gitáron főleg klasszikus szoktam játszani, például Carcassia egyik kedvencem, és szívesen hallgatok szabadidőmben is kortárs zenét. Nagyon szeretek sportolni. 7. korom körül lehettem, amikor először elmentem egy kosárka edzésre a tesi tanáromhoz. Azt tetszik a kosárlabdában, hogy tudunk csapatként együttműködni, rá kell hangolódni a másikra, megismerni, hogy a többiek, tehát a csapattársaim hogyan gondolkodnak, és én tényleg bele tudom vinni így a tudományos gondolkodást is valamilyen szinten a csapatsportba, hiszen nagyon fontos stratégiákban gondolkodni például. Én nagyon örömet lelem ebben. Szia Dori, na Isten hozott! Gondolom egy-egy verseny alkalmával azért van, hogy eljut arra a pontra, akár a versenyző, vagy maga a verseny, hogy ott aztán tényleg vagy taktikát kell kitalálni, ha addig még nem volt, vagy taktikát kell váltani. Te hogy állsz ezzel? Van egy kis rituálém, amit minden verseny előtt végigcsinálok, de ezen kívül mindig az adott versenyhez igazítom, hogy éppen hogyan kezdjek bele, hogy melyik feladat után melyik jöjjön, vagy hogy hogyan osszam be az időmet az adott versenyen. És azzal szoktál foglalkozni, hogy kik az ellenfelek, vagy jelen esetben most majd ki lesz az ellenfeled? Ezek főleg szóbeli versenyeken fontosak, írásbelin annyira ettől nem függ a dolog. Igyekszem mindig a maximumot kihozni magamból. A rituálé, ez olyan dolog, amit megoszthatsz velünk, vagy ezt inkább megtartanád magadnak? Hát nem olyan régen kaptam egy kicsike kis Buddha szobrot az egyik osztálytársamtól, aminek meg kell simogatni a pocakját, és eddig még mindig szerencsét hozott. Akkor itt van most veled ez a kis Buddha szobor? Igen. Helyes. És szeretnéd-e, hogy minél hamarabb itt teremjen a játékostársad is? Igen, várom. Legyen így, teljesítsük Dorina első kérését. Kettő éves korom óta meghatározó dolog az életemben a gyerekvasút, akkor még hatodikosan, amikor jelentkeztem a hosszúos tanfolyamra, akkor nem is hittem volna, hogy még 18 évesen is itt leszek. Tényleg nagyon sokat köszönhetek ennek a helynek. A legelső szolgálatom az nagyon emlékezetes volt, most is tudom, 2015. március 10-én volt. Emlékszem, hogy nagyon be voltam zsongva, mert a vonatindítás, vagyis a menesztés az nekem nagyon tetszett, mint szerintem minden újnak. Az első vágány mellett kérjük vigyázzanak. Nem szerettem a hangos bemondó beosztást, nem szerettem egyáltalán hangosozni. Nem is nagyon ment, most már természetesen azért így 6 év után sikerült belejönnöm, de még mindig nem a szívem csücske. Hát ha nem gyerekvasutozom, akkor például gitározom. Nem vagyok természetesen egy gitárművész, de magamnak örömet okoz. Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Én ebben nem teljesen hiszek. Még egy nagyon régi osztályfőnököm mondta, hogy a második az első vesztes. Ezzel sem tudok egyetérteni. Szeretném magam megmérettetni, és a lehető legjobbat kihozni magamból. Aztán majd lesz, ami lesz. Én már is találtam kettőtök közt még valamit, ami a kémián kívül összeköthet, Isten hozott hunor. Ez pedig a gitár. Hát igen, valóban, bár hogy elnézem, egy picit más féleképpen űzzük a gitározást, inkább a tábortűzi
gitáros vagyok. És igen, a Dorina mondta, hogy meg inkább a klasszikusokat szereti. Egy fokkal magasabb szinten űzi ezt a tevékenységet. Nagyon tetszett a kisvasutas történeted. Nekem van két kisgyermekem, akik minden alkalommal, mikor a kisvasúton utazunk, elmondják, hogy már pedig ők szeretnének majd itt dolgozni és szolgálatot teljesíteni. Nem is tudtam, hogy a vonatok indítását menesztésnek hívják. Vannak még ilyen kifejezések, amelyeket mi talán nem ismerünk és hát, mi használtok? A menesztést ezt már csak a gyermekvasúton használjuk, a nagyvasúton ezt már nem így hívják. A versenyhez való hozzáállásodról beszélj egy kicsit. Van-e bármiféle taktika, amit beszoktál vetni, vagy jöjjön, aminek jönnie kell? Hát megpróbálok előtte azért enni, mert az energiára szüksége van az embernek. Ezt nagyon jól teszed. De más taktikám vagy rituálém nincsen, majd a verseny közben kialakul. Hát nagyon örülök, hogy ez a találkozó itt az Ifjú Tudósokban megvalósulhatott. Jó játékot, jó versenyzést kívánok nektek. Hadd mutassam be a szakmai zsűrit, aki mindenben segíteni fog majd nektek. Köszöntöm Önöket ismét. Itt van velünk dr. Viskolc Béla intézetigazgató, egyetemi tanár, 2015-től a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének igazgatója, a Kerpeli Antal Anyagtudományi Doktori Iskola Kémiai Folyamatok és Technológiák alprogramjának vezetője. Elméleti kutatásaival a molekuláris információtárolás és öregedés problémáit kívánja megérteni. Alapító professzora a Miskolci Egyetem vegyészmérnök alap- és mesterképzésének. Nevéhez fűződik a személyre szabott vegyészmérnök képzési modell kialakítása és bevezetése. Isten hozta! Nagyon szépen köszönöm! Itt van velünk dr. Gelencsér András levegőkémikus, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora is. A Magyar Tudományos Akadémia Pannon Egyetemen működő levegőkémiai kutatócsoportjának vezetője, a légkörben lebegő parányi részecskékkel foglalkozik, főleg az égésből származó széntartalmú részecskékkel, amelyekről a Springer kiadónál angol nyelvű könyve is megjelent. Számos hazai és nemzetközi kutatási program, köztük az éghajlatváltozás nemzeti laboratórium szakmai vezetője. Magasló eredményeiért Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésben részesült és akadémiai díjat kapott. Köszöntöm. Zagyi Péter gimnáziumi tanár. 2002-ben kezdett tanítani a budapesti Németh László gimnáziumban. Oktatási tevékenysége mellett szerepet vállal kémia versenyek szervezésében, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia Bizottságának ügyvezető elnöke. Közel egy évtizede a nagymúltú középiskolai kémiai lapok főszerkesztője és feladatkészítője. Szakmai munkájának elismeréseként 2018-ban Magyar Kémia Oktatásért díjat kapott. Kedves zsűri, mit lehet előjáróban mondani, illetve tanácsolni mai versenyzőinknek? Mire készüljenek itt az Ifjú Tudósokban? Hát én először előjáróban jó szerencsét szeretnék kívánni önöknek, olyan feladatokat, amit nagyon-nagyon jól meg fognak tudni oldani, és hát sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen! Azt gondolom, ti mindketten már győztetek, hiszen itt vagytok, és eljutottatok ide. Itt kívánom, hogy lazán, könnyedén tudjatok élményt szerezni ezen a vetélkedőn. Köszönjük szépen, Zagyi tanár úr! Figyeltétek, hogy mit mondott a Noémi a zsűri szerepével kapcsolatban? Itt van a nagy tekintélyű zsűri, aki mindenben a segítségetekre lesz, és nem azt mondta, hogy majd értékeli a munkátokat vagy a feleleteteket, hanem segítségetekre lesz. Én azt kívánom, hogy ne ezzel foglalkozzatok, mármint hogy ne azzal, hogy hogy teljesítetek és azt hogyan értékeljük, hanem vágjunk bele, csináljuk, érezzük jól magunkat, foglalkozunk kémiával, azt mindannyian szeretjük. Minden azért van, hogy ti meg tudjátok mutatni, hogy mennyire ügyesek és okosak vagytok. És hogyha ti is úgy érzitek, akkor kezdődhet is a játék. Az első játékunk a helyeselő. Feleletválasztós kérdésekkel indítjuk tehát a versenyt, de ahhoz, hogy tudjatok válaszolni ezekre a kérdésekre, egy kísérlettel kell, hogy kezdjük. El kell végeznetek egy kísérletet, de hogy mi is a pontos feladat, Zagyi tanár úr elmondja nektek. Sok mindent találtok a tálcán. 6 olyan anyag van a tálcátokon, ami egy átlagos háztartásban nagy valószínűséggel megtalálható. Igen, ám csak, hogy ebből a 6 anyagból 3-ról nem tudjátok, hogy micsoda, 3-ról meg igen, azok föl vannak címkézve, és az lesz a feladat, hogy a 3 ismert anyag segítségével azonosítsátok a 3 ismeretlen anyagot. Elmondom, hogy mi a 3 ismeretlen anyag. Van mosószóda, vagyis nátriumkarbonát, kristályvíztartalmú nátriumkarbonát, azt mindenki ismeri. Van szalalkáli,
amit sütéshez szoktak használni, és a harmadik, az pedig a nátrium perkarbonát. Tényleg majdnem minden háztartásban van nátrium perkarbonát, mert azok a fehérítő, meg fertőtlenítő szerek, amelyekre azt mondják, hogy klórmentes, azok nátrium perkarbonátot tartalmaznak hatóanyagként. Úgyhogy nagy eséllyel mindenki használt már ilyet mosáshoz, főleg mosási adalékanyagként. Csak még nem mutatkoztunk be egymásnak esetleg. Igen, a nevét még nem szólítottuk őt, de ez már megváltozik. Erre is jó az ifjú tudósok. Van most 10 percetek, hogy elvégezzétek a kísérletet, és hogy úgy érezzétek, minden kérdésre tudtok majd válaszolni. Ha tanár úr is úgy érzi, hogy mindent elmondott, akkor indíthatjuk az órát. Még talán annyit elmondanék, hogy mi az a három anyag, amit viszont tudnak, hogy micsoda, és annak segítségével fogják azonosítani. Igen, igen, az mi első is hármat. Akkor, hogy mi van ott. Ott van a papírjukon, de azért hangozzék el. Van vízkőoldó, van lefolyótisztító és élesztő. Köszönjük szépen! Jó munkát kívánunk nektek, 10 percetek van. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most telt le az időnk. Sikerült összeszedni a gondolatokat, elvégezni a kísérleteket? Sikerült. Nagyon fogjátok szeretni ezt a játékot szerintem, tehát a helyes előjön. Hallani fogjátok a kérdést tőlem, de természetesen el is tudjátok olvasni ott a tablet is. És a tablet azért is szükséges, hogy bejelöljétek, hogy szerintetek a 4 lehetséges válasz közül melyik a helyes. Jó, itt most igazából egymással nem is kell foglalkoznotok, ez nem egy gyorsasági kérdést, és pontot rabolni sem tudtok egymástól. Hogyha helyesen válaszoltok mindketten, akkor mindketten megkapjátok a 2 pontot. És 20 másodperc van minden kérdés után, jó? Ez a gondolkodási idő. Akkor nézzük az első feladványt. Alkalmas reagens-e a megkülönböztetésre a vízkőoldó? Igen, mindegyikkel másképp reagál. Nem, egyik anyaggal sem reagál. Nem, mindegyikkel ugyanúgy reagál. Igen, de csak a szalalkálit azonosítja. Van még 15 másodpercetek, feltétlenül nyomjatok valamit, akkor is, ha csak tipp. Hunor, ne fuss ki az időből. Oké. Mind a ketten jelöltetek tehát valamit, lássuk, hogy mit. Nem, mindegyikkel ugyanúgy reagál. Ez volt tehát a válasz arra a kérdésre, hogy alkalmas reagense a vízkőoldó. Igen? Ugye nem is nehéz? Nem, eddig nem. Jó. Második feladványunk kérdése, alkalmas anyag-e a megkülönböztetése a lefolyó tisztító? Igen, mindegyikkel másképp reagál. Nem, egyik anyaggal sem reagál. Nem, mindegyik anyaggal ugyanúgy reagál, és igen, de csak a szalalkálit azonosítja. Megint 20 másodperc. Szuper, gyorsak is voltatok, lássuk, hogy helyes-e, amit jelöltetek. Mindketten ugyanazt, igen, de csak a szalalkálit azonosítja. És helyes? Hát remélem azért majd lesz olyan kérdésünk, amelyen egy kicsit többet kell gondolkodnotok, mert eddig nagyon könnyűnek tűnik, okosak, ügyesek vagytok. Harmadik feladványunk kérdése. Milyen gáz képződött a szalalkáli és a lefolyótisztító reakciójában? Ammónia, széndioxid, oxigén vagy hidrogén? Jaj, de gyorsak vagytok! Na, mire gondoltatok? Ammónia, szerintetek. És jól gondoltátok? Hát csak ismételni tudnám magam. Ügyesek vagytok nagyon. Lássuk a negyedik feladványt. Mi volt az élesztő szerepe az azonosításban?
Redukálta a hidrogénperoxidot. Oxidálta a hidrogénperoxidot. Katalizálta a hidrogénperoxid bomlását. Széndioxidot fejlesztett. Mi volt az élesztő szerepe az azonosításban? Dorina is elkészült, nézzük tehát a válaszokat. Na, az első eset, hogy különbözőre gondoltatok. Dorina szerint redukálta a hidrogénperoxidot. Hunor szerint viszont katalizálta annak bomlását. Lássuk! Hunor gondolta jól. Miért lehetett, hogy most Dorina másra gondolt? Én arra gondoltam, hogy a mangándioxid az, ami tudná katalizálni a hidrogénperoxid bomlását. Erre térjünk vissza a végén, erre a katalizátor szerepre, meg az élesztőre. Jó? Jó. Az ötödik feladványunk így szól. Milyen gáz nem képződhet egyik elvégezhető kísérletben sem? Ammónia, széndioxid, oxigén vagy hidrogén? Kettő másodperc, ez az egész gyors ez volt. A rekord. Na milyen gáz nem képződhet ebben a kísérletben? Hidrogén szerintetek? Igen, helyes a válasz. Újabb két pont mindkettőtöknek. Hunor, te maximálisan teljesítettél ebben a feladatban. Gratulálok. Köszönöm szépen. És vissza kell térnünk egy kérdéshez. Szerintem célszerű visszatérni. Sosem láttátok még élesztővel katalizálni a hidrogénperoxid bomlását? Én nem. Én se egy ideig. De képzeljétek el, hogy a gyakorlatilag az egész élővilágban szükség van egy olyan enzimre, amelyik katalizálja a hidrogénperoxid bomlását, azért, mert azok az élőlények, amelyek oxigénnel dolgoznak, élnek, oxigént használnak, azok ki vannak téve a hidrogénperoxid veszélyének. Keletkezhet hidrogénperoxid a sejtjeikben, és ezt muszáj kiiktatni, ez egy veszélyes anyag a sejtekben, semmi keresnivalója a hidrogénperoxidnak, és erre az evolúció során azt hiszem, hogy a kataláz nevű enzim a legelterjedtebb, amely hát ezt a feladatot úgymond ellátja. És úgy tűnik, hogy az élesztőgombáknak is van ilyenje, úgyhogy katalizálja az ő kataláz enzimjük a hidrogénperoxid bomlását. 10-8 tehát jelenleg az állás, hibátlanul teljesített ebben a körben Hunor, Dorina is rendkívül ügyes volt. Egyetért velem, Viskolc tanár úr? Igen, abszolút, nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon jó volt látni, hogy a kiseteket elvégeztétek. Azt is lehetett látni, hogy a kisetek alapján, tehát látszott rajtatok, hogy tudjátok, hogy mi történik, azonosítottátok az anyagokat. Úgyhogy innen nagyon-nagyon jó volt nézni azt a dolgot. Az apró kis hiba, ami a katalízissel kapcsolatban becsúszott, azt a tankönyvben azt tanultátok, hogy porkatalízis, meg mindenféle egyéb ilyen dolog, ebben semmi nagy probléma nincsen, ettől az ember nagyon-nagyon boldogan fog tudni élni. Bevallom őszintén, én még soha az életben nem próbáltam ki a hidrogénperoxidnak a bontását élesztővel. Úgyhogy... Köszönjük szépen! Én is egy hét. Jó volt kísérletezni? Igen, nekem mindig kifejezetten jó élmény, amikor kísérletezhetek, nagyon szeretem. Dorina, te hogy vagy ezzel? Én is nagyon szeretek kísérletezni, és amikor kisebb voltam, én is emiatt szerettem meg igazán a kémiát. Szerintem a következő feladat is tetszik majd nektek. Ez nem más, mint a soroló. Most a gyorsaságotokra is szükség lesz, a tabletre is, és természetesen minden tudásra, ami ott lakozik a fejetekben. Sorba rendezős ez a feladatunk. Nagyon fontos, hogyha a megfelelő sorrend megszületett a fejetekben, akkor azt pöttyögjétek be a tabletbe, és nyomjátok meg minél hamarabb a kéz gombot. Ez azért is fontos, mert amelyikőtök gyorsabb, 2 pontot kap majd a helyes válaszért. Amelyikőtök pedig egy picit lassabb volt, ő 1 pontot kap. Viszont ha a gyorsabb játékosnak nem sikerült helyes sorrendet felállítania, de annak, aki kevésbé volt gyors, igen, akkor ő elrabolhatja ezt a bizonyos 2 pontot. Oké? Értitek-e a feladatot? Értjük. A szabályokat? Akkor kezdhetjük. Állítsátok növekvő szénatomszám szerinti sorrendbe az alábbi üzemanyagalkotókat.
Benzol, etanol, oktán, toluol. Tehát növekvő szénatom szám szerinti sorrendbe kell tenni. Benzol, etanol, oktán, toluol. Dorina, te voltál a gyorsabb, így hát először itt a kivetítőn a te sorrendedet nézzük. Szerinted a növekvő sorrend etanol, benzol, toluol és oktán. Lássuk. Igen, helyes a sorrend. Hunor, összevetetted a sajátodéval? Igen, és ugyanúgy néz ki. Ugyanúgy néz ki? Akkor vélhetően ugyanezt a hangot halljuk majd. Valóban. 11-10 az állás. Dorina 2 pontot kapott, Hunor pedig 1-et, mert kicsit lassabban jutott a helyes következtetése. Lássuk a következő kérdést. Rendezd koncentrációjuk szerinti növekvő sorrendbe az 1%-os nátrium-hidrogénkarbonát oldatban található ionokat. Hidrogénkarbonát ion. Hidroxidion. Nátriumion. Oxónium ion. Tehát növekvő sorrendet kell felállítanotok. Hunor már meg is van. Ami azt jelenti, ha jó a sorrendet, Hunor, akkor 2 pont a tiéd. Lássuk először Hunor sorrendjét. Oxónium ion, hidrogénkarbonát ion, hidroxidion és nátriumion. Sajnos nem. Lássuk akkor Dorina sorrendjét. Oxóniumion, hidroxidion, hidrogénkarbonátion és nátriumion. Halljuk, hogy jó-e? Igen. Ez azt jelenti, hogy a 2 pontot sikerült elrabolnod Hunortól, hiszen ugye Hunor megoldása nem volt helyes, a tiéd azonban igen, és át is vetted a vezetést, 12-11 a jelenlegi állás. És még van egy kérdésünk itt a sorolóban. Tedd sorba az anyagokat az szerint, mekkora hőmérséklet tartományban szilárd halmaz állapotúak légköri nyomáson. Kezd azzal, amelynél a tartomány a legkisebb. Arany, kén, oxigén vagy víz. Azzal kezdjétek, amelynél a tartomány a legkisebb. Hunor már készen is van. És Dorina is. Hunor, először a te sorrendedet nézzük. Hunor szerint a sorrend oxigén, víz, kén és arany. Igen, a sorrend helyes, jár a 2 pont. Lássuk Dorina sorrendjét. Oxigén, víz, kén, arany. Hát szerintem ugyanazt a hangot fogjuk hallani, neked pedig 1 pontot tudunk adni. 13-13. Fej-fej mellett a két versenyzőnk. Nagyon kiegyenlített ez a küzdelem. Gelencsér tanár úr. Igen, hát nem tudom, hogy ismertétek-e valamennyi üzemanyag alkotót, tehát tudtátok-e róla, hogy üzemanyag alkotóként szerepel az első kérdésben mindegyikről. És azt tudjátok-e, hogy honnan származik a benzin neve magyar nyelvben? Az angol benzénből esetleg. Igen. A benzolnak az angol nevéből. Így van, az angol benzol nevéből, tehát a benzol annyira üzemanyag alkotó, hogy a nevét erről kapta a benzin. Hát a fémek, illetve hát ezeknek az elemeknek a hőmérsékleti tartományát eltaláltátok, itt elég nagy a különbség ezek között az anyagok között, tehát itt nem éppen, hogy csak van különbség, hanem jelentős különbség van itt a tartományban. Köszönjük szépen! Hogy tetszenek a kérdések? Egy picit könnyűek. Könnyűek? Én úgy gondolom, igen. Dorina? Hát szerintem izgalmasak, meg tényleg a hétköznapok kémiájához kapcsolódnak. Hát akkor nehezítünk, jó egy kicsit, Hunor, csak a te kérésedre. Köszönöm szépen. A gyorsulóval folytatjuk. Nagyon fontos itt a gyorsulóban, hogy egyetlen kérdésre egyetlen helyes választ várunk, jó? Egyértelműnek kell lennie a válasznak, nem feltétlenül fogadjuk el, hogyha körülírjátok az adott jelenséget, amire kíváncsiak vagyunk. Aki hamarabb nyomja meg a gombot, természetesen ő válaszolhat nekünk, hogyha helyes a válasz 2 pont, ha nem, akkor az ellenfél próbálhat meg helyesen válaszolni.
Ebben a feladatban egy anyagot kell azonosítanotok, néhány jellemző tulajdonságát, illetve kémiai reakcióját mutatjuk be, méghozzá egy kis filmben, ha felkészültetek. Akkor lássuk, melyik ez az anyag. Fekete. Vízben oldhatatlan por. Sósavban zöld színű oldat keletkezése közben feloldódik. Az oldatot desztillált vízzel higítva kék színű lesz. Tömény ammónia oldatban mély kék szín. Parancsolj, Hunor! Én úgy gondolom, hogy ez rézoxid. Rész-2-oxid. Rész-2-oxid, Hunor válasza. Igen, gyors voltál, és jól is válaszoltál. 15 pont tehát összesen, Dorina 13 pontja mellett. A második feladvány megoldásához találtok a pulton egy periódusos rendszert. És ebben a feladatban ki kell találnotok, hogy melyik periódusban járunk. De hogy ne legyen olyan könnyű, Hunornak is kedvezünk. 19. századi nyelvújításkori nevüket olvasom majd, jó? Ezeknek az elemeknek, és ki kell találnotok, hogy melyik periódusban járunk. Földeny. Dorina. Harmadik. Sajnos nem. Innentől kezdve, Hunor, csak te vagy játékban. Cín. Fejér arany. Iblany. Stroncany. Akkor ez a ötödik lesz. Bizony, ez az ötödik. Elmondjátok, hogy melyik melyik a mai nevükön? Csak megérzés volt? Nem, hát a stroncany meg a stroncium az azért hasonlít. Az már szinte egyértelművé tette, hogy hol járunk. Tanár urak, segítsünk akkor, hogy melyiknek mi a mai neve. Az iblany könnyű. Ez egy szín. Akkor a jód. Igen, hát az ibolya színű jódgőzből. A földeny az nehezebb, de azt, hogyha tudtok latinul, és tudjátok a földet, a földnek valamelyik, olyan sok megnevezés van a latinban, az egyik a tellus. Akkor a tellur. Ez a tellur. Igen. A cín az, az közismert viszonylag az ónra, azt még manapság is használják így fonetikusan leírva. Na és a fehér arany szerintetek melyik lehet az ötödik periódusból? Akkor palládium. Igen. Jó, köszönjük szépen. Na ez már jobban tetszett, Hunor? Igen, igen, ez már. Jó, van, próbáltunk a kedvedben. Izgalmasabb. Na de a következő. Na de a következő. Ahogy Zagyi tanár úr is előrevetíti. Felsorolunk néhány gyakorlati szempontból is fontos szerves vegyületet. Közös bennük, hogy molekulájuk szénatom száma azonos. Ezt a bizonyos szénatom számot keressük. Ha készen álltok, akkor jönnek az információk szépen sorban. Adenozin trifoszfát, a jól ismert ATP, a sejten belüli energia átadás legfontosabb molekulája. Limonén. Számtalan citrusféle illóolajának fő komponense. Dimetilftalát. Rovarriasztóként, de műanyagokban lágyítószerként is használják, Hunor. Ez a tízes lesz, ez a szénatomszám. Tízes szénatomszám. Igen. Újabb két pont Hunornak, és én újra Zagyi tanár úrhoz fordulok. Mi segít ilyenkor? Tudom, hogy nagyon dilettáns a kérdés. Nem, ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem. Az adenozin trifoszfát... Mármint az én kérdésemre gondoltam, hogy az dilettáns. Az adenozin trifoszfátról szerintem nagyon kevesen tudják hirtelen megmondani, hogy hány szénatomot. Tudjátok a limonénról, hogy lehetett volna? Ha tudjátok, hogy ez egy terpén, ami két izoprén egységből áll, és ugye az kétszer öt szénatomot jelent. És én meg tudom, hogy a Hunor honnan tudta a dimetilftalátot, mert tudtad a ftálsavról, hogy az nyolc szénatomos, és a dimetil észterről van szó. Így jött ki, ugye? Jól igen, gondolom? Igen, pontosan. 19-13 a jelenlegi állás. Egy picit elhúzott, Hunor. Jöjjön a mindent eldöntő, tiéd a pálya. Ez tehát a tiéd a pálya, ebben a fordulóban, a mindent eldöntő fordulóban egy-egy elemről kell majd beszélnetek, a kezemben egy-egy üveg, az egyikben kén van, a másikban pedig alumínium. Hunor, te vezeted jelenleg,
a játékot, mármint én vezetem, de neked van több pontszámod. Te választhatsz, hogy melyik anyaggal szeretnél barátkozni majd abban a néhány percben, amelyben felkészülhetsz, melyikről szeretnél beszélni a zsűrinek. A kén vagy az alumínium legyen? Hát legyen az alumínium. Jó, tiéd az alumínium. Dorina, neked maradt ez a nagyon helyes kén. Viszont Dorina, te is választhatsz. Neked is van döntésed ebben a feladatban, méghozzá az, hogy eldöntsd, te kezdesz, vagy ezt Hunor tegye meg? Én szeretnék kezdeni. Jó, akkor Dorina kezdi majd a kénnel, és Hunort hallgatjuk másodikként az alumíniummal. De hogy mit is kell kezdenetek ezzel a két anyaggal, azt Viskolc tanár úr mondja el nektek. Mind a kettőtöttén van egy-egy elem, az alumínium és a kén. Két lehetőségetek van, hogy erről a feladat, tehát erről a két elemről 3 percen keresztül beszéljetek. Az egyik lehetőség az az, hogy elmondjátok, hogy mire jó, hogy mit tanultatok, mit tudtok róla, bármit, ami eszetekbe jut. A másik, ami szerintem sokkal érdekesebb, egy varázslat folytán ez az elem eltűnne a földről. És elmondanátok azt, hogy mi történne akkor, hogyha ez nem lenne a Földön. A két szempont között az egyiket válasszátok, és ami nagyon-nagyon fontos, 3 percetek lesz arra, hogy kifejtsétek azt, hogy mit tudtok ezekről az elemekről, és az a 3 percen mi azt fogjuk nézni, hogy hány olyan információ jelenik meg az elemről, a vegyületeiről, tulajdonságairól, amit mi úgy gondoltuk, hogy fontos lehet. És akkor hajrá! A felkészülésre van 10 percetek, jó munkát kívánok! Amíg a versenyzők előadásaikra készülnek, elárulom önöknek, mi a nyeremény. Az Ifjú Tudós cím birtokosa nem csak egy gyönyörű üvegplasztikát kap kézhez, hanem 100 felvételi pontot is beválthat majd tovább tanulásához. 50 felvételi pont illeti a verseny második helyezettjét, és 25-25 plusz pont jár a 2 bronzérmesnek. Ezen kívül értékes utazási lehetőségek 200, 150 és 100 ezer forint értékben, egy elektronikai áruház utalványai 60, 40, valamint 30 ezer forint értékben, az oktatási hivatal ajándékai és egy egészen különleges oklevél, amely láthatatlan tintával íródott. 10 másodperc. Van még 5 másodpercetek. És letelt az idő, a felkészülési idő. Hát most jön a mindent eldöntő forduló, a tiéd a pálya, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Viskolc tanár úr által említett 2 feladatból választotta-e valaki az én személyes kedvencemet, ami egy teória, mi lenne, ha egy gonosz varázslat folytán eltűnne a Földről az adott elem valamennyi atomja. Én ezt személy szerint nagyon szívesen meghallgatnám, de hát természetesen szabad volt a választás. Azért kíváncsi vagyok, Dorina, te melyiket választottad? Ugye te leszel az első, a kénnel. Felkészültél? Igen, igen. Jó. A fejhallgatót légy szíves, helyezd fel, Hunor. Kérlek, jelezd, hogy jó-e a hangerő? Nem hallom. Akkor jó. Már kaptunk is választ a kérdésünkre. Parancsolj, Dorina, 3 perced van. Szóval, amikor megkaptam a sárga színű kénport, először arra gondoltam, hogy milyen szép molekula ez a kénmolekula. Középiskolás tanulmányom alatt, vagy még 7. is először úgy találkoztam vele, hogy 8 atomos formában korona formát mutat, így molekula alak terén, és már ekkor megfogott engem. 3 módosulata található meg a természetben, az amorf kém, a monoklin és a rombos. Ezek ugye körülményektől függően találhatók meg. Érdekes a neve is, mivel a nyelvújításkori kéneny, ha már így szóba került a nyelvújításkori kéneny szóból származik a jelenlegi neve is, amit használunk magyarul. Viszont maga a vegyele pedig a szulfúr névből származik. Hogyha valamilyen varázslat folytán eltűnne a Földről a kén, akkor nagyon érdekes lenne, mivel tulajdonképpen nem is létezhetne az élet. Mivel
Vannak olyan aminósavak, például a cisztein, ez is egy eszenciális aminósav, amely fontos fehérjék alkotója. Nekünk is például a hajunk keratin fehérjéjében nagyon sok cisztein található. Természetben különböző más vegyületeiben is előfordul, különböző oxidációs számokban, illetve pufferrendszereket is képez, például a sejtplazmában, hidrogénszulfát és szulfát ion formájában, speciális szegben is megtalálható. Hallunk környezetszennyezés kapcsán is róla, a vulkáni gőzökben például a kén-dioxid nagyon nagy mennyiségben megtalálható. Ezen kívül a síkháromszög alakú apoláris kén-trioxid molekula is nagyon fontos. A kén-dioxidról nagyon sokat hallunk manapság, mivel a londoni szmog egyik okozója. Ipari körülmények között szerves anyagok elégetésekor keletkezik például, és a savas esőt okozza. Rajzoltam is hozzá két egyenletet, amikor a vízzel reagál, és kénessav, illetve kénsav keletkezhet. Nagyobb mennyiségben inkább a kénessav az, ami a savas esők során keletkezik. Ezen kívül még találkozhatunk velük a kénes vizekben, például gyógyhatású fürdőket is sokszor ezekre építenek. Tehát komoly élettani hatása is van, és ezen kívül még a szerves kémiában is nagyon fontos, képes bizonyos reakciókat katalizálni, például eliminációs vagy kondenzációs reakciókat a körülményektől függően. Köszönjük szépen, Dorina! Egyelőre pontszámok nélkül megkérdezzük a zsűrit, hogy mi a véleménye. Tudod, 15 pont lesz majd a maximum, amelyet odaítélhetnek neked. Parancsoljanak! Nagyon-nagyon szép felelet volt, nagyon-nagyon sok dologra kitértél, nagyon örömmel hallottam a londoni smogot például, az lehet, hogy nem is jutott volna az embernek rögtön eszébe. Amit mondhattál volna rögtön még a kénhidakat, ami nagyon-nagyon jó lett volna, a összes fehérjének tulajdonképpen a szerkezetének a véglegesítése miatt nagyon-nagyon fontosak a kénhidak. A savas esőket említetted, az nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon tetszett, nagyon szépen bemutatod az módosulatait a kénnek, úgyhogy én teljesen-teljesen meg voltam elégedve a felelettel. Egy picit mehettél volna még inkább a science fiction felé, tehát hogyha nincs kén, akkor mi mindent tűnne el, és akkor mi minden nem lenne, milyen jó lenne, nem lenne például a smog. Mi se lennénk itt, nem kéne izgulni a versenyen például, tehát metionint meg lehet volna még említeni, ugye a másik aminósav, amiben a kéntartalom szerepet játszik, de én nagyon-nagyon meg voltam elégedve a felelettel. Köszönöm. Köszönjük, tanár úr. Az egyik tanár úr. Dorina, tudod nekem, mi tetszett a legjobban? Az, hogy tényleg megpróbáltál nem egy iskolai feleletet adni nekünk, hanem a személyes emlékeidet is bevontad, és nagyon szépen beszéltél, és úgy, hogy azok is értsék, akik esetleg kevesebb kémiát tanultak életükben, és kevésbé képzettek ebben. Úgyhogy gratulálok. Köszönjük szépen. 3 perc, az nagyon kevés idő, és nagyon nehéz a feladat, hogy egy elemet, amiről szerintem az iskolában legalább egy hétig, vagy több alkalommal tanultok, azt 3 percbe sűríts. Ezt elég jól megtetted. Én szerintem nagyon kerek felelet volt. Köszönjük szépen. Gratulálok, Dorina. Hunor, leveheted a fejhallgatót. Most téged hallgatunk 3 percben. Parancsolj, tiéd a pálya. Én a második verziót választottam, az, hogy mi történne akkor, hogyha az alumínium teljesen eltűnne a Földről. Előjáróban csak néhány szót az alumíniumról. Ez egy szürkésfehér, ezüstös színű, csillogó könnyű fém. A sűrűsége az 2,7 g per köbcentiméter, és ez egy nagyon erős tulajdonság, hogy ilyen kicsi a sűrűsége. Amikor a 19. században felfedezték, akkor még az arannyal vetekedett az értéke, azóta ez már nyilván lejjebb ment. Szerintem az alumíniumról mindenkinek először az alumínium dobozos üdítők jutnak az eszükbe, és erre nagyon sok alumíniumot használ az élelmiszeripar. Ezek rendkívül praktikusak, hiszen nagyon könnyű őket újrahasznosítani. Hogyha eltűnne az alumínium, akkor erre egy új megoldást kéne találni, mivel ezzel párhuzamosan is
csomagolnak másba üdítőt, például PET palacba, tetra palacba, vagy ilyen tetrapakba, ezért ez nem jelentene akkora érvágást. A másik felhasználási területe az a mikrocsippekben, félvezetőkben történik, ezt rajzoltam, hogyha azt meg tudjuk nézni. Az alumínium az a szilíciummal vagy germániummal együtt egy félvezetőt hoz létre. Itt a pöttyök, a szilícium és az alumínium atomok között az elektronok, és látjuk, hogy az alumíniumnak egyel kevesebb elektronja van, mint a szilíciumnak, ezért ott egy névleges pozitív töltés ki fog alakulni, és ez a pozitív töltés tud vándorolni, ezért használják az alumíniumot félvezetőkben. Úgy gondolom, hogy a félvezetőkben is pótolni lehetne az alumíniumot borral, galliummal, olyan elemekkel, amik ugyanabban a főcsoportban vannak. A legnagyobb felhasználási területe az alumíniumnak pedig az elektromos vezetékekben van. Ugye az elején említettem, hogy 2,7 g per köbcentiméter a sűrűség, ami nagyon-nagyon kedvező ahhoz képest, az alumínium egy fém, és aránylag kicsi a fajlagos ellenállása is, ezért nem kell olyan gyakran alá támasztani az elektromos vezetékeket sem. Hogyha eltűnne az alumínium a földről, akkor ezt valahogy máshogy kellene megoldani. Vannak a periódusos rendszerben olyan fémek, amiknek kisebb a fajlagos ellenállásuk, mint például a réz vagy az ezüst, azonban ezek egyrészt drágák, másrészt majdnem háromszor akkora a sűrűségük, mint az alumíniumnak, tehát háromszor annyi póznára, ilyen tartópóznára lenne szükségünk. Ezt szerintem már nehezebb lenne megoldani, sok kísérlet és pénz segítségével valószínűleg kivitelezhető lenne, esetleg polimerkémiai megoldásokkal, vagy a szupravezetés felhasználásával. Egy pozitívumot tudnék még mondani akkor, hogyha eltűnik az alumínium, akkor... És itt be kell fejeznem? Jó, még három szó mondjuk. Eltűnne a vörösi szap, amit tárolni kell az alumínium gyártása után. Nagyon szépen köszönjük. Tanár urak! Igen, nagyon érdekes volt hallgatni. Vártuk már, hogy ezt válassza valamelyikőtök, hiszen ez az izgalmasabb kérdés, ahogy Noémi is említette. Nagyon érdekes a gondolkodásod, hogy nagyon antropocentrikus vagy, tehát nyilván az alumínumnak azon alkalmazásait említetted és emelted ki, amelyek ugye az emberi tevékenységhez, életünkhöz kapcsolódnak. De nem gondoltál bele, hogy a természetben, illetve hát magában a Földön, mint ugye bolygón, ha úgy tetszik, mi történne akkor, hogyha az alumínium eltűnne? Hát csak egy-két példát mondok, például pár száz kilométert zuhannánk mindjárt a mélybe, az összes beton és épület a fejünkre omlana, hiszen az alapvető alkotó része ezeknek az alumínium, és hát emellett nyilván a Föld tömege is egy 8%-kal csökkenne, ami hát azért itt a bolygónak a naprendszer belfoglalt helyére is hatással lenne, tehát inkább ne próbáljuk ki ezt a lehetőséget, szerencsére ez csak egy ilyen gondolati kísérlet. Köszönjük szépen, Zagyi tanár úr. Igen, érdekes az alumíniumnak a természetbeni előfordulása is, meg az emberi szervezetbeli szerepe. Engem mindig meglep az, hogy az alumíniumnak gyakorlatilag az élővilágban szinte semmilyen szerepe nincsen, pedig a leggyakoribb fémről van szó, ami a földkérekbeli előfordulását illeti. Szép összeszedett kis stand-up volt ez. Gratulálok. Köszönjük szépen. Viskolc tanár úr. Nagyon tetszett a feleleted, pláne a bátorság miatt. A kőzetek az tényleg, mi is egy beszélgettünk, amíg ti felkészültetek, és abban állapodtunk meg, hogy ez egy olyan, hogy tulajdonképpen nem nagyon mernénk végig gondolni pontosan, hogy mi fog történni akkor, ha eltűnne az alumínium. Mondhatod, hogy nem lehet lejátszatni a Friedel-Crafts reakciót, mert nincs hozzá katalizátorunk. Ilyeneknek például nagyon örültem volna. Vagy például vasúti sínt nem tudnánk hegeszteni, mert hogy nincs termit keverékünk, ma már ugye nem így hegesztik a vasúti sínt, de valamikor így hegesztették össze a vasúti sínt. Az nagyon-nagyon jól mondtad, az nagyon szép volt, hogy újra hasznosítják az alumíniumot, tehát hogy az egy nagyon fontos dolog. Azt viszont kevesen tudják, hogy egy
tonna alumínium előállításához 5 tonna bauxitot kell megmozgatni, és hogyha az alumíniumot újra hasznosítjuk, akkor tulajdonképpen 1 tonna alumíniumból 1 tonna alumínium lesz. Tehát azért ez egy óriási jelentősége van a szelektív hulladékgyűjtésnek, illetve a karbonlábnyom csökkentése szempontjából is különösen fontos. Úgyhogy valószínűleg alumínium nélkül karbonlábnyomról se kellene beszélnünk. Úgyhogy, ami még a biológiával kapcsolatban, egyébként tényleg ez nagyon érdekes, hogy nincs neki jelentősége. Amit meg tud tenni az alumínium, nagyon sok helyen ki tudja cserélni a cinket. Azt kevesen tudják, hogy majdnem 3400 olyan fehérjénk van, amelynek a működéséhez különböző fehérjénk, enzimünk, amelynek a működéséhez elengedhetetlen a cink, és jó néhány esetben a cinket ki tudja váltani. Többek között például az ingerület átvitelnél komoly szerepe lehet a cink kiváltásának, és vannak olyan feltételezések, hogy bizonyos demenciális betegségek kialakulásánál szerepe lehet az alumíniumnak. Ha már itt lehetőségünk van, akkor szeretném mondani azt, hogy alumínium edényben lehetőleg ne főzzünk savas dolgokat. Köszönjük szépen a rendkívül hasznos tanácsokat is, és nektek hát nem feltétlenül jó szó ez, hogy a feleletet, inkább az előadást. Hogy éreztétek magatokat ebben a szituációban? Dorina? Hát számomra érdekes volt, hogy ágas szemmel nézett minket a zsűri, hogy éppen mit szeretnénk elmondani. Nehéz volt 3 percben összeszedni az összes gondolatunkat, nekem is van még a papíromra felírva néhány dolog, amit szerettem volna elmondani. De lehet, hogy itt ugye előtérbe helyeződik az, hogy mi az, aminek nagyobb fontosságot adsz. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan mérlegel ilyenkor. Igen, próbáltam rangsorolni a elmondani valót. Hunor? Nekem is nagyon tetszett, nekem is az a kedvenc feladatom. És az idővel egy picit én is, tehát örültem volna mondjuk még egy percnek, mert még nekem is vannak itt olyan dolgok, amiket el tudtam volna mondani, de összességében én nagyon jól éreztem magam, én nagyon szeretem az ilyen szituációkat. Akkor biztos már alig várjátok, hogy mindez, amit a zsűri mondott, most már pontszámokban is kifejeződjön. Szeretném kérdezni a zsűrit, hogy motoszkál-e már a fejükben az a bizonyos pontszám, amelyet egy... Már meg is született? Akkor plusz időt sem kell, hogy adjunk? Már is hallgatjuk. Dorina volt az első, akinek az előadását meghallgattuk. Akkor legyen Dorina az első, akinek a pontszámait meghallgatjuk. Gelencsér tanár urat kérem először. 5 pontot adok. 5 pont. Zagyi tanár úr. Kedves Dorina, 5 pontot adok én is. Ismét egy 5 pontos. Viskolc tanár. Nem szeretnék levonni egyetlen pontot sem, úgyhogy 5 pont. Ez a maximális 15 pontot jelenti, Dorina. Úgyhogy 28 pont jelenleg. És 19-el áll Hunor még a pontozás előtt. Nagyon kíváncsi vagyok. Most induljunk a másik irányból. Viskolc tanár úr. Nagyon szép felelet volt. Egy picit a kőzetek miatt én csak 4 pontot javasolnék. 4 pont Hunornak, Viskolc tanár úrtól. Zagyi tanár úr. Az a helyzet, hogy teljesen egyetértek a előttem szóló tanár úrral. Én is ezt hiányoltam a feleletedből, ezért az én pontszámom is 4 pont. Köszönöm szépen. Ismét 4 pont. Gelencsér tanár. Én is egyetértek a kollégáimmal. Én egy kicsit szigorúbb voltam, ugyanezért 3 pont. És még 3 pont Gelencsér tanártól. A végeredményünk is megszületett közben, számoltatok a fejetekben? Igen. A győztesünk, a továbbjutónk Hunor 30 ponttal. Nagyon kicsi a különbség, hiszen Dorinának 28 pontot sikerült szereznie. Ez egyébként az egész verseny alatt jellemző volt rátok, hogy fej-fej mellett haladtatok. Én nem is tudom, hogy volt-e már ilyen szoros versenyünk itt az ifjú tudósokban, hát a mai kémia elődöntőnk nagyon szoros volt. Önök hogy látják? Én nagyon sajnálom, hogy nem mehettek tovább mind a ketten. Akkor ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sajnálom, hogy Dorina nem jöhet velünk tovább, mert nagyon ügyes voltál is. Láttuk, hogy nagyon sokat tudsz a kémiából, és nagyon szépen beszélsz is róla. Tényleg őszintén beszélek most. Köszönöm. De azért ne szomorkodj, én szomorkodom helyette. Gelencsér tanár. Én is azt hiszem, hogy mind a ketten megszolgáltátok volna, hogy tovább jussatok. Nyilván itt az idő is egy tényező, egy ilyen versenyen, meg az izgulás. És azt gondolom, hogy ez levett azért a teljesítményedből, Dorina, mert szerintem a tudásod megvan ahhoz, hogy tovább jussat.
Igen, de sajnos egy verseny ilyen, hogy valakitől muszáj elbúcsúznunk. Így látja a Viskolc tanár. Igen, ha belegondolok, hogy a földeny, valószínűleg nagyon fogod utálni ezt a szót a későbbiekben, mert az a két pont különbség az tulajdonképpen itt a földeny miatt jött, és egy icipicit vártál volna, lehet, hogy a második vagy harmadik után megjött volna. Nagyon szomorú az, amikor ilyen nüanszon, de hát ez egy verseny, és a versenyben az egyik tovább jut, a másik nem. Én is nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy nem mind a kettőtökkel találkozom a következő fordulóba. Nagyon-nagyon szépek voltak a fedek, nagyon magabiztosak voltatok, úgyhogy csak gratulálni tudnék mind a kettőtöknek, úgyhogy gratulálok. Az egyik történelem fordulóban megtudtuk a kedves zsűritől, hogy ilyennel soha nem szabad foglalkoznunk, hogy mi lett volna, ha ez most a jelenlegi állás a mai napi tudásotokat vagy szerencséteket is mutatja. 30-28 tehát ez a végeredményünk, veled biztosan találkozunk Hunor majd a középdöntőben. Tőled elbúcsúzunk, Dorina, de nagyon örülünk, hogy itt voltál velünk. Én személy szerint nagyon örülök, hogy megismerhettelek, és természetesen te sem távozol üres kézzel. Kedves nézőink, önöknek is köszönjük a figyelmet, hogyha jól érezték magukat, hogyha izgultak, és úgy érzik, hogy még tanultak is, akkor feltétlenül tartsanak velünk holnap is, lesz ifjú tudósok, és reméljük, hogy önök is ott lesznek a képernyők előtt. Viszontlátásra!